A madarak szállnak vidám körömben, a felleg is szállt, aztán ott van egy. Csak egy marad mellettem emberek, komor sötét sziklájúval a hegy. Lé, távol. Ez volt a legutolsó változat. Akkor nézzük, mi történt. Én csináltam valami teljesen más, mint ami elvárható volt, és nagyon sok, ezen kívül nagyon sok változat született. Most nézzük azt, ami itt elhangzott. Általában az olvasásnál az történt, hogy a szöveget kommentáltam. Tehát verset mondtatok, és a vers sorokon belüli értelem egységeként értelmeztétek a verset. Ezért születtek többnyire melankolikus, elvágyódó variációk, hiszen a szöveg maga tökéletesen alkalmas arra, hogy ezt a fajta világvégi romlást, ezt a szlint, ezt a rembói, bódleri megfoghatatlan szomorúságot tükrözze. Tamás megkerülte a feladatot, illetve az ő variációja éppen egy dupla csavar volt. Adok én nektek melankóliát, adok én nektek látságot. Távolságtartóan majdhogy nem pökhendien kiköpködte ezeket a szavakat. Vagyis a szöveg elsődleges hatását visszafolytotta magába, és már csak a másodlagos kommentálást adta közre. Ritánál láttam azt a törekvést, hogy szaggassuk szét a verset vers sorokra, pontosabban nem is versorokra, hanem egyedül különálló szavakra, és minden egyes szónak megpróbálni valamiféle értelmet, különálló értelmet adni. Itt már az impresszionizmus technikájához gondolom egy kicsit közelebb állunk, hiszen úgy látunk egységben, hogy külön-külön értelmezünk minden egyes kiejtett, mondjuk még úgy, hogy hangsor, ami hangsor itt többnyire értelmes szavak álltak össze. Én ezzel szemben mit csináltam? Én mit csináltam? Hangokkal játszottál. Igen, de milyen elhangzott ezekben a hangokkal? Fülítajkói. Valószínűleg kínai vagy valami hangjói haza. Mondod te? Lehet. Ez a tipikus félreértés elmélet, ami a művészetre azt a megfelelést adja, hogy az olvasó rendszeresen félreérti a művet és a hatást. Tehát, hogy kvázi tudja a fene, hogy a János Morton, amit akarom ezzel mondani. Te azt mondod, hogy én kínaian próbáltam eladni ezt a verset, és ezt a hatást keltette benned. Már van ilyen szerintem? Szavakra bontottad az egész, levettél rajta, tehát táncoltál a sorokon, én néztem. Mert neked nem a szótár jelentéséből adódó, hogy mondjam, vers kisugárzás volt lényeg, hanem tényleg, mondtam az elején, hogy ilyen hangzásban játék. Nagyon sok mindent jelentett nálad, meg nyilván nem tudjuk, hogy benned mi volt ekkor, amikor így mondtad, de egy számomra ez olyan más volt. Tehát ez egy picit távolabb áll tényleg a többitől. Tehát nem értelmileg, hanem tényleg, ha mondjam, a szavak milyenségében, hangok mélységében próbáltam vissza. De volt azt, hogy mondtad, hogy a Chinting Rap, az a, mint hogyha hát a Chinting Rap, te ugye elmondtad volna, hogy na ez ilyen. Uh-huh. Mondtad, hogy na, hogy az, hogy felleg, vagy az, hogy volt egy pár ilyen szont, így úgy mondtál, mint ahogyha azt be is rajzoltad volna, hogy lesz ez. Vagyis megpróbáltam a hang alakokkal az értelmet kifejezni, ugye? Hát valahol én azt gondolom, hogy a megtapasztalásnak
és ha most az impresszionizmusnál vagyunk, akkor itt kell erről szólt. A megtapasztalásnak az egyik alapegysége a hang. A hang által való megtapasztalás. Az már, hogy a különböző hangok milyenféle módon szerveződnek jelentéses szavakká, az már rendkívül bonyolult mechanizmus. Amíg az egyes hangok, a kiejtett hangok képesek arra, hogy önálló jelentést kapjanak egy adott megnyilatkozásban, addig nagyon sokat kell az alapegységekkel foglalkozni. Ugye én abból indultam ki, hogy az egyedül ülök, ugye ez az első sor egy ellentét pár feszül. Van egy statikus ülés, egy furcsa, nem igazán otthonos helyen való ülés, és van egy nagyon lágy csinkin. De ezt a kettőséget próbáltam a keminkán kihasonlók, a keminkán hasonlózásával, és a csinkink hegynek ezzel a furcsa hullámzó színfokaival. Nagyon ismert és nagyon egyszerű játék lesz. Nem mondom meg, miért nem megy ki a játék. Ti egy pár vagytok, és egy élethelyzetet kellene eljátszani. Rátok bízom, hogy szavakkal és gesztusokkal próbáljátok megcsinálni. A ti dolgotok, a fiúnak adom meg az instrukciót, a lányhez képest viszont a rámenős, a félénk. Ilyet a múltkor csináltatok annak idején. Egy szombaton volt egy ilyen dolog, és a rámenős és a félénk, jó? Félre lehet menni, egy élethelyzet. Ez egy párkapcsolat, egy kezdődő párkapcsolat, segítségképpen adok ennyit. És dolgozzuk ki ennek az ikonográfiáját.
Jó, megfűzted a csajt, köszönjük szépen. Köszönöm szépen, tiszta melyika. Nem jött ki teljesen az, amit én szerettem volna, hogy kérni, és ennek az oka az az, hogy Zsolt, te más csináltál, mint amit kértem. Ott egyetlen egy fölösleges dolog volt ebben a párjását, így van alá. Egy teljesen közepes fény visszaverő közegben. Egy zsár búza is megtette volna helyette. Vagyis egyetlen nem léptél vele konfliktus kapcsolatba, hanem körülötte, mint egy hold körül a puszkutnyit. Nem baj egyébként, ennek is van valami haszna számunkra. Az első az abban tanulságos volt. Mi volt a rettenet, ami sokáig tartott ebben az első játékban? Ebben a félénk játékban. Itt állt egy test, egy másik test bejött. És megállt mögötte egy bizonyos távolságra. Igaz? És mi került rengeteg sok időben? Ami egyébként minden egyes közeledésben rendkívül sok időbe telik általában. Pontosan, amíg közel kerül hozzá, amíg ha lánynál van, szóval először megfogja a kezét, vagy még amíg először rámosul és elfogadja. Tehát rengeteg topogott, körbe került, ha most krétával kirajzoltam volna azt a kört, amit a másik test körül megtett, az nagyjából hasonló körcikkely ment, mint egy falba ütközött volna, amit nem tud áttörni. Tisztesen egy tisztes állapotban. Ennek a mértéke 90 cm. A második alkalommal, ugye ezt láttuk, hogy ábrázolt volna a legtöbbet. Tehát nem volt. Ez a bizonyos 9 cm távolság, ez nincs. Ez a 9 cm távolság, ez a bizonyos kommunikációs norma.
általában az emberek közti szokvány érintkezésben ezt a nevezzük hajós távolságnak, 9 mindenhány centi, ezt nem szokás átmondani. A dolgok egyike a színezi tréningben, amikor hozzá kell érni valakihez. Mintha áramban valaki húzná vissza a kezét, ezt nevezik félénységnek. Nem! A másik test gerjeszt bizonyos fajta bioáramot, ami mint egy ilyen ember kitöltő bábú, egy sziluett, egy nagyobb sziluett körbeveszi. Ez kinek erősebb, kinek gyengébb. Emögé kell behatolni. De most ahhoz, hogy behatoljunk, előbb ezt meg kell tapasztalni. Úgyhogy most el fogunk végezni egy gyakorlatot, ami reményem és várakozásom szerint a testünket körülvevő energiamező megtapasztalására szolgál. Ez egyébként az Ajurvédában egy gyógyító eljárás, tonnélik. Ez egyik ága azt mondja, hogy a betegségek abból fakadnak, hogy az ember ez a bioenergia szint lecsökken. Tehát helyre kell állítani. Ez a meditációs gyakorlatok sora szolgál arra, hogy ezt a nem látható, de érzékelhető energiamezőt újra páncélja. Tehát megerősítsük, megvastagítsuk. És a páros gyógyításban arra használják, hogy ezt mint